Sziasztok, én Laci vagyok, és ez itt a Game Geek. Eljött az új hónap, június van, úgyhogy nekiugrunk az új PlayStation játékoknak, amit a PlayStation Plus előfizetés mellé kapunk. Hát megint brutális erős hónapunk lett, ugyanis egyre híresebb a PlayStation Plus játékok találgatása, és most elkezdődött az, hogy talán a Pókembert fogjuk mellé kapni, és mintha valahogy most a Sony így megelőzte volna a dolgot, és a Call of Duty World War 2-t fogjuk most kapni ebben a hónapban, már mint látjátok a Star Wars Battlefront 2 mellett, tehát ugye a második részeket éljük most a júniusi hónapban, de a kódot olyan gyorsan bejelentették, hogy a mielőtt beszokták jelenteni, azelőtt egy héttel, tehát aztán tényleg gyorsan, ugye most próbálnak elé menni ennek a szerintem. Na most találjuk ki, hogy mit hozunk ki a PlayStation-ben, mert némelyik hónapban tényleg már akkora őrület volt, hogy úristen, petíció, hogy nem jó a farming szimulátor, én nekem az nem tetszik, hát komolyan mondom. Olyan szuper prémium drága játékokat kapunk, összesen sem merem számolni, hogy mennyibe kerülne, ha most megvenném, és ráadásul mind a kettő szuper jó multiplayer játék, úgyhogy én borzasztóan elégedett vagyok. És mint ahogy tudjátok, most átnézzük az e-havi akciókat, és azt, hogy mit kapunk ingyen, és holnap meg egy streammel kipróbáljuk mind a két játékot. És talán a COD 2-nek a sztori módját még az én potató émemmel is hát, ha lehet élvezni. Különben biztos ismeritek a játékot, ez egy 2017-es COD verzió, ezt a Sledgehammer csinálta, ezt csak azért nem emelem ki, mert igazából szerintem ők nagyon jó COD részeket csináltak mindig is, de írjátok le, ha ti nem így gondoljátok. És a másik természetesen Battlefront 2, szerintem a DICE miután a Battlefield motorokat teljesen ki akarta használni ezzel a skinekkel és avval a Super Sonic Star Wars-os hangokkal, amiket használnak hozzá, ezt meg tudták tenni. Szerintem eszméletlenül jó játékot alkottak, amivel jókat lehet fanolni. Na, de hát kellenek is a jó játékok, ugyanis például ugye a koronavírusos helyzetben ugye a játékosok és az újdonsült youtuberek melegágyát teremtették meg igazából az online világokba, és például a PlayStation is borzasztó rekordokat, még soha nem volt annyi előfizetője például a PlayStation Access-nek, vagy ugye ahogy nálunk hívják a PlayStation Plus-nak, mint amennyi a koronavírusos bezárt időszakban, és ráadásul a Days of Play, ugye a legutolsó streaming közvetítés a Last of Us 2-ről szólt, én is már nagyon várom a játékot, úgyhogy kövessétek a felületeinket, mert hamarosan jön, oké? És hatalmas akciókat találtok, ugye megpróbálom megnyitni a szoftvereket, de lehet, hogy ezt nem nyitja itt ki, ugyanis abból is, tehát gyakorlatilag egy VR cuccot meg tudunk venni 80 ezer forint, a nagy csomagot, tehát hogy az már a drágább. Nem, azt most innen nem fogom tudni megnyitni, nézzetek utána, mert borzasztóan megéri, most összes olyan bolt, akinél lehet hardware meg szoftver eszközöket kapni, ott ezek az akciók most megtalálhatók, és mindenképp ki akarom emelni, hogy akinek van PlayStation, 12.600-ért most elő tudsz fizetni a teljes évesre, ami gyakorlatilag 30 ezeröt megsporolsz vele. Borzasztóan jól megéri. Ja! Oké, na nézzük ezt a Days of Play akciókat, ugye le tudjuk listázni, hogy én az első listát mindig is azt szoktam csinálni, hogy az Only on PlayStation, ugyanis én imádom a Sony-nak a exkluzíve játékokat, bár nagyon fura, mert például a Predator az egyetlen nem exkluzív, és miért dobta ide be, de mindegy, tehát így kiszoktam, hogy Only on PlayStation, úgyhogy szépen átnézem, és akkor innen megmazsolázom azt, ami nekem még esetleg nincs meg. Én igazából egy játékot találtam, ami nagyon jó, és mindenképp meg szeretném majd egyszer venni, és most gondolkozok rajta, ami most pont nincs itt, de most megmutatom a kis kedvenceimet, és hát az Uno 1500-et különben simán, és az a The Last Guardian, amiből valószínűleg filmet is fognak készíteni, az az új hír. A Sekiro le van 13-ra rakva. Jaj, Laci, miért? Te miért csinálsz mindig ezekről a videókat? Akkor én mindig észreveszed ezeket az akciókat. Ezt végig kéne nyomnunk, srácok. Ezt annyira érzem, hogy ezt végig kéne játszanunk. Ha a Dark Souls-t akadozva is, de ezt végig kéne nyomnunk egy végigjátszásba. És természetesen van double discount is, de nézzük a bestsellert, hogy mit vásárolgatunk. Na hát a FIFA-k mennek, a kodok mennek, ugye, Rezi 3, Doom Eternal 13-ért, itt nagyon jó akciók vannak. Nézzük Predator, Days Gone 5900-ért, most az 5900-ért lesz szoktak menni egy idő után ezek az exkluzív játékok, nagyon, nagyon jó árak. 7600-ért egy Deluxe Edition, Assassin's Creed Personal Royale, ezt a VR Pisti akarja megvenni nagyon, Civilization 6, ezt most kaptuk Epic Games-re, ugye, Red Dead Redemption,
amikor majmos játék, verekelős GTA 5 is azért van, egy jó kis Witcher 2007-ért, meg mindig teljesen jó. Jó, vannak itt jó játékok. Sekiro, basszus, 13-ért. De bro, Sekiro, Die Twice Edition. Ha. Neked aztán van valami Deluxe Edition, csak hogy még abban rángjam a szívemet? Holiday Dynamic Team 3 és Launch Dynamic 3, oh, micsoda. Sőt, azt hiszem, hogyha jól emlékszem, a... Most tudod, mi akciós? De jó lenne, megtalálnánk együtt. Mi van kiemelve? Dungeon Minecraft, ezt ki kéne az egyszer próbálni. Deal of the Week, az Ark Survival Simulator úgy... Ha még egyszer elmersz ütni arra a rohadt asztalra, kivágnak a videóból. Na, de félre a tréfát, holnap kipróbáljuk a játékokat, úgyhogy tartsatok velem. És ma meg... Átnéztük, hogy tudjuk mi. Úgyhogy addig töltöm le a PlayStation-ömre, hozzáadtam a boltokhoz, és... holnap letöltve élvezhetjük is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ahogy szoktam volna mondani, menjetek vissza játszani, és mindig is nézzetek ezeket az akciókat, mert már úristen, már nagyon jönnek, már nagyon közel vannak. Showrunner, ez is nagyon jó. Oké, úristen, mennünk kell innen, mert a pénztárcám sikoltozik. Sziasztok, köszönöm, hogy itt voltatok.